A bizonytalanság nehezíti meg leginkább a jelenlegi krízis helyzetet, vallják a szakemberek. A koronavírus megváltoztatta a világ ritmusát és egyensúlyát. Magyarországon már több mint egy hónapja borította fel mindenkinek a megszokott életét, és zökkentette ki az embereket a komfortzónájukból, ami kétségtelen, hogy mindenkit megvisel. Vannak, akik elvesztették állásukat, mások home office-ra kényszerültek felkészületlenül, míg sokaknak a frontvonalon kell a szokásosnál sokkal keményebben dolgozni és helytállni. Az elmúlt egy hónap azonban elegendő volt arra, hogy a kezdeti pánik és tehetetlenség egy kicsit lecsengjen, ma már talán mindenki egy fokkal nyugodtabban kezeli a helyzetet. Senki nem tud mondani olyan megnyugtató választ, vagy senki nem tud biztosat mondani. Egy biztos, ez egyszer elmúlik, és hogy azt gondolom, ennek van egy ilyen megerősítő hatása, hogy ha bár nem tudjuk pontosan meddig, abba bízva, hogy az előbb-utóbb jobb lesz, abba bízva azért az tud tölteni minket, és tud adni erőt ahhoz, hogy kitartsunk is, hogy vigyázva egymásra, hogy ezt most azért csináljuk, hogy vigyázzunk egymásra. Azért nem találkozunk most az emberekkel és a szeretteinkkel, mert pontosan azért, hogy később tudjunk velük találkozni. És hogyha ezt megpróbáljuk átkeretezni, hogy ha bár lett egy ilyen kényszerhelyzet, és hogy lett egy bizonytalanság, de ha mégis ebben megtaláljuk azt, hogy akkor hogyan tudjuk kitölteni úgy, hogy ez számunkra mondjuk még akár fejlesztő is legyen, mert ugye a krízis helyzeteknek mindig ez a jellegzetessége, hogy utána történhet egy olyan fejlődés, vagy egy olyan változás, amitől sokkal inkább többek vagyunk személyiségileg, megküzdésileg, van egy ilyen tapasztalatunk, hogy kibírtuk, hogy ezt végigcsináltuk, és nagyon sokat ad hozzánk. És hogyha megpróbáljuk ezt az oldalát nézni, akkor talán a szorongást is tudjuk csökkenteni. A helyzet pozitív oldalát azonban nem könnyű megtalálni és megélni. Akár még az otthoni környezetben is tudunk magunknak kitűzni célokat, tudunk magunknak olyan terveket felállítani, hogy oké, akkor ezt a helyzetet most kihasználom arra, hogy nem tudom, nyelvet tanuljak, akkor most valamiféle otthoni sportba belekezdjek. Azért sok kezdeményezés indult most, hogy otthoni végezhető edzéseket tartanak, a legtöbb kurzust áttetik online kurzusokra, tehát azért ezek is úgy nagyon tudnak segíteni abban, hogy valamiféle új célkitűzést találjunk maguknak, és hogy ebben ez a nagyon fontos, hogy a fölött, hogy a járvány az mikor ér véget, vagy mikor rendeződik a helyzet, nagyon kevés kontrollal rendelkezünk. És hogyha erre koncentrálunk, hogy van egy olyan helyzet, amiben nem tudunk hatékonyan változásokat létrehozni, ugye az nagyon szorongató. A pszichológus szerint ezért fontos, hogy olyan célokat tűzzünk ki a szűk életterünkben, amelyeket mi magunk tudunk kontrollálni. Így csökkenthetjük a szorongást és elkerülhetjük a depressziót.